Abszolút készülünk a sikerre, és nyilván mindenki azért van itt a sok nemzet közül, hogy hát mindenkinek egy célja van, tehát mi is azok közé tartozunk, akik tudjuk, hogy miért jöttünk. Ádó, mentálisan vagy fizikailag volt nehezebb az elmúlt időszak? Úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetbe csöppentem bele, ami mind a két helyzetben megterhelő volt számomra. Megmondom őszintén, hogy az elején nem aggódtam annyira, csak ugye, hogy egyre közeledtünk az utazáshoz és magához az olimpiához, úgy már egy kicsit izgalmasabban teltek a napok. Uh-huh. És mi volt a nehéz? Az, hogy fogsz tudni készülni, hogy tudsz edzeni, hogy tudod fizikailag készen tartani magad, vagy elviselni ezt az egész helyzetet? Gondolom azért kattogtál rajta rendesen. Igen, talán a legjobb kérdés az a kiutazással volt kapcsolatos, hiszen nem tudtuk pontosan, hogy mikor fogok tudni kiutazni, hogy mikor tudok hivatalosan negatív tesztet produkálni. Az edzések azok mentek ugyanúgy tovább otthon, tehát az edzőtársaim, az edzőpartnereim azok otthon maradtak, akik ott voltak, ők segítettek felkészülni, tehát a maga az edzés része azt szerintem ugyanúgy tudtuk folytatni. Ugye Tálai doktor, a csapat vezető orvos és az orvosi bizottság elnöke is mondta, hogy azért ez egy nagyon speciális helyzet. Tehát az, hogy te tudtál közben edzeni, azért az nem hétköznapi, amiatt komoly orvosi felügyelet volt, odafigyeltek rád, stb. Ugye? Igen, azt azért tudni kell, hogy nem voltak tüneteim, és minden orvosi vizsgálaton is átestem, tehát mindenféle vérvétel és szívultrahang is volt, és minden teszt azt mutatta, hogy jól állok, és nem kell aggódni. Uh-huh. Ti ilyen önkéntes buborékban voltatok már jóval az olimpia előtte is. Benne voltál ebben a buborékban? Igen, hát ugye a szövetségen keresztül már egy két-három hete beraktak minket egy szállodába, ahol mindenki egyedül volt egy szobába. És talán ez a viccesebb része, hogy nem értjük, hogy mégis, hogy hogyan, hiszen tényleg a jégpályáról csak a hotelből meg csak a jégpályára tudtunk közlekedni. Még az ételt is a szobában ettem meg egyedül, úgyhogy érdekes ez az egész szituáció. Uh-huh. Te is annyira óvatos vagy, mint Sanyi, mert ugye amikor együtt utaztunk a csapattal, és a Sanyi volt az egyetlen, aki ilyen szkafanderben volt, meg plexi, meg gumikesztyű, meg tehát tényleg ő aztán úgy nézett ki, mintha laboratóriumban lenne. Te is ennyire óvatos vagy? Hát amikor én utaztam, akkor már nem voltam ennyire óvatos, hiszen ugye átestem a víruson. De előtte például ebben a buborékos korszakban te mennyire vigyáztál magad? Nem tudom, hogyha a csapattal utaztam volna, én is bevállaltam volna, lehet, hogy felkaptam volna én is magamra. Uh-huh. Most hogy érzed magad? Jól vagyok, ugye az utazás szerintem egész jól eltelt, viszonylag tök gyorsan kiértem, és úgy gondolom, hogy jó formában vagyok. Ki fog derülni a délutáni edzésen, hogy milyen állapotban leszek, de én egyelőre úgy érzem, hogy jó lesz minden. Mennyire tudtál otthon készülni arra, hogy itt azért van egy 7 órás időkülönbség, és neked most nincs, ugye azt szoktam mondani, hogy egy nap, egy óra, neked most nincs 7 napot, hiszen ugye szerdán érkeztél meg, és szombaton már versenyezni kell. Igen, ugye ezt korábban elkezdtük otthon csinálni, ezt az aklimatizálódást. Nyilván ez nem olyan, mint hogyha itt lennék kint, tehát ezt nem lehet úgy 100%-osan áthozni, de amennyire lehetett, megpróbáltam korábban lefeküdni és korábban felkelni, korábban voltak az edzési időpontok pont ezért, úgyhogy ki fog derülni szerintem. Én úgy voltam vele, hogy igazából ez már nem számít, tényleg az legyen, hogy kint vagyok, és itt vagyok a csapattal, és el tudok indulni a futamokon. Ez hogy nyilván jó, hogy azért neked nem újdonság Kínába utazni, nem újdonság ekkora időkülönbséget utazni. Hogy érzed magad itt Pekingben ilyen szempontból? Igen, ez ahogy te is mondtad, ez egy nagyon jó dolog, hiszen ismerjük a kultúrát, ismerjük az ételeket, nagyon sokat járunk ki minden évben egyszer vagy kétszer kint vagyunk Kínába versenyen. Úgyhogy számunkra ez nem egy új dolog, mondhatni, hogy ismerős helyen járunk és ismerős pályán versenyzünk. Uh-huh. Túl vagy most már ezen az egészen? Most már el tudod engedni? Itt vagyok, meg vagyok, megjöttem. Vége? Tegnap még kicsit furán éreztem magamat, hogy bejöttem a faluba. Kicsit olyan furcsa érzés fogott el, hiszen megérkeztem és nem tudtam semmiről, hogy mégis hol vagyok.
tehát nem ismertem magát így a falut, meg így, hogy a falun belül milyen helységek vannak. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt tegnap, szerencsére miután megkaptam a negatív tesztet, azután kimentem egy kicsit sétálni, és kicsit körbe tudtam nézni a faluban. Mára pedig úgy keltem fel, hogy tök jól érzem magamat, és tudom erősíteni a csapatot. Ádó megjött. Igen. Mindenki azt kérdezi, hogy mi lesz. Ugye titkon reménykedünk abban, hogy sikerül újra aranyérmet nyerni, olimpiai aranyérmet nyerni, de legalább érmeket. Neked mik az elvárásait, hogy látod az esélyeket? Nyilván nehéz ezt így megjósolni előre. Azt tudni kell, hogyha mi felkerülünk a pályára, tehát odaállunk a rajtvonalhoz, akkor mi mindent megteszünk azért, hogy a legjobb eredményeket hozzuk el. Ezt a sortjákban nehéz előre megmondani, hiszen tényleg nincs papírforma, és sose lehet előre megmondani, és bármi megtörténhet a pályán. Oké, ez a diplomatikus része a dolognak, de azért te mégiscsak ugye olimpiai bajnok vagy, összetett világbajnok vagy, tehát azért gondolom a lelkedben mélyen legbelül azért... Igen, abszolút készülünk a sikerre, és nyilván mindenki azért van itt a sok nemzet közül, hogy hát mindenkinek egy célja van, tehát mi is azok közé tartozunk, akik tudjuk, hogy miért jöttünk. Hol aranyat szeretnél? Hadd rádom. Hát bízok benne, hogy tényleg a legfényesebb lesz.